Kedves nézőink, sok szeretettel köszöntöm Önöket! Programajánlónkból megtudhatják, milyen rendezvényeket szerveznek az elkövetkezendő időszakban városunkban Tapolcán és a környező településeken. A Vas Albert Könyvtár és Múzeum szeretettel meghívja Önt és érdeklődő ismerőseit az Ilmarinen tüzénél címmel rendezett zenés-irodalmi estre. A rendezvény időpontja november 19-e, csütörtök 17 óra, helyszíne a könyvtár első emeleti nagyterme. Az irodalmi esten bemutatkozik a tapolcai finn barátok köre, a műsort szerkesztette és vezeti Németh István Péter költő, könyvtáros. Készítsd el saját ajándékodat! Kreatív műhely az Életfa galériában. A következő, kézügyességet igénylő alkalomra december 5-én 9 óra és 12 óra között kerül sor, amikor filc karácsonyfadíszeket készíthetnek. December 12-én a gyerekek ajándékkísérő kártyákat készíthetnek, a felnőttek pedig november 25-én 16 és 18 óra között adventi koszorút, december 2-án 16 és 18 óra között harisnya angyalt. A helyszín az Életfa kézműves galéria és látványműhely. Mesevilág. A Veszprém megyei évfolyész fiataljainak és a Tapolcai Musical Színpad integrált színházi előadása a legszebb mesemüzikelek részleteivel. Az előadás időpontja november 21-e 19 óra. Az előadás helyszíne a Veszprémi Petőfi Színház. Elővételben jegyek kaphatók a Veszprémi Petőfi Színház jegyirodájában. Belépő 1500 forint, támogatói jegyek 3000 forint és 5000 forint. A jótékony célú gála műsor bevétele Veszprém megyei évfolyész közhasznú egyesülete Tapolca tagjait támogatja. Rendezte Halápiné Kálmán Katalin, az évfolyész fiataljait betanította Havasi Gábor. Az est fővédnöke Polgárdi Imre, a Veszprém megyei közgyűlés elnöke, védnökei Porga Gyula, Veszprém megyei jogú város polgármestere, Ober Frank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója, Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke és Bernát Ildikó, a támogatott lakhatás nagykövete. A hétvégi veszprémi premierről, illetve a Tapolcai Musical Színpad jövőjéről kérdezte kolléganőm Kovács Melinda Halápiné Kálmán Katalint. Éppen most volt a főpróbája tegnap, reggeltől estig tartott. 52 szereplővel 26-an vannak a musical színpadosok, 26-an nagyon szimmetrikus az évfolyész tapolcai, illetve veszprémi fiataljai. Egy-két felvonásos, monumentális előadás lesz Mesevilág címmel. Hát nagy izgalommal készülünk rá, és nagy szeretettel. Ez az integrált színházi előadás sorozatok része, következő darabja, hiszen már volt a Padlás 2012-ben, és 2014-ben a Diótörő, most pedig a Mesevilága, trilógia harmadik tagja. Mit várhat az, aki Tapolcáról elutazik szombaton Veszprémbe, hogy megnézze a darabot, mit láthat a színpadon? Hát ugye ilyen nagy színpadon egész más lehetőségek vannak, mint egy kamaraszínpadon, annak is megvannak a maga intimitása és a szépségei. Itt viszont úgy kellett mindenképpen készülnünk, hogy egy nagy monumentális felület van, amit be kell táncolni, be kell járni, és azt gondolom, hogy egy igazi színházi élményben, estében lehet része annak, aki megtiszteli az előadást és a veszprémi előadásra jön át. Egy egész másfajta előadás lesz, bár tartalmát tekintve 90%-ig hasonló a tapolcaihoz, viszont látványában egész mások a megoldások, hiszen a színpad adta lehetőségek egészen mások. Mit szóltak a lehetőséghez a Tapolcai Musical színpadi fiú művészei, hogy egy igazi színházban, igazi színházi körülmények között, igazi színpadi technikával léphetnek fel? Nagyon-nagyon megtisztelő feladat ez számunkra, és készülünk rá régóta, több hónapja, és nagyon örülünk, hogy kaptunk egy ilyen lehetőséget mindannyian, és reméljük, hogy minden szempontból elégedettek lesznek a nézők az előadással. Mesevilág, a darab címe sokat mond, sokat elárul, de mégis mi az, ami színpadra kerül, mi az, amit hallhat a közönség? Hát különösen ebben a mai valóságban, amit a világban és Magyarországon is tapasztalunk, én azt gondolom, hogy mindenképpen kell az, hogy hinni tudjunk az álmainkban, és a gyerekkori emlékekhez, gyökerekhez nyúljunk vissza, és azáltal megerősítéseket kapjunk a mostani életünkre, felnőtt életünkre. Azon alapul a kerettörténete is ennek a két felvonásos darabnak, hogy egy tini lány, aki úgy érzi, hogy már eltávolodott ettől a gyerekkortól, gyerekkori emlékektől, végül is a mesék által visszatalál talán egy kicsit önmagához is, érzéseihez, és azokhoz a mélyebb szeretet
morzsákhoz, amelyeket már úgy érzett, hogy magában teljesen mélyre elfedett, és a végén pedig sikeresen sikerül ezt előbányászniuk ezeknek a mesefiguráknak és a segítőiknek. A premier tehát most szombaton lesz, de mikor lesz a tapolcai előadás, mikor láthatjuk itt a városban a darabot? Itt pedig december 4-én 18 órai kezdettel egy pénteki napon lesz az előadás. Ez azért is különleges, egy elnökasszony majd biztos még beszél erről, hogy ugye a fogyatékkal élők világnapjának szinte a napján történik majd a tapolcai előadás, és ez egy külön pluszt ad, azt hiszem, a tapolcai előadáshoz majd. A Tapolcai Musical Színpad az elmúlt hosszú-hosszú évek alatt nagyon sok tehetséget tudott felmutatni, nagyon sok gyermekben lehetett felfedezni az ének tehetséget, a tánc tehetséget, a színpadi lét tehetségét, és talán ezért is kapta meg a tehetségpont jelzőt. Ez egy nagyon rangos elismerő cím. Pontosan mit is jelent ez? Hát az Országos Tehetségkutató és Tehetségsegítő Tanács szakmai bírálata alapján, amelynek szigorú kritériumai vannak, kaptuk meg ezt a megtisztelő elismerést, és hát ennek még lesz egyéb folytatása is, ez az út kezdetén vagyunk, vannak fokozatai, minden esetre a tehetséghidak képzése által először is pályázathoz jutásnál is nagyon sokat jelent majd előnyt számunkra, de mindenképpen szeretnénk ezt a továbbiakban is még tovább fejleszteni. Azt mondják, hogy amikor valaki egy kitüntetést kap, vagy egy ilyen elismerő címet viselhet, mint a tehetségpont, akkor ezt elnyerni nem olyan nagyon nehéz, viszont ennek hosszú éveken keresztül megfelelni annál nehezebb. Így van. Hát ez is egy olyan dolog, amit a legkisebb, legfiatalabb tagunknak is éreznie kell. Ezt így tudatosítjuk is mindig magunkban, hogy csak felfelé van úta, hogy valamikor még Miklós Tibor, aki sajnos azóta már elhunyt, mondta, hogy mindig van feljebb, és nekünk is ez az elvünk, hogy mindig egy lépést tegyünk felfelé szakmai szempontból is. És mi lesz a következő lépés felfelé színpadi produkcióban a Tapolcai Musical Színpadtól az idei évben is jövőre? Hát most 2016-os évben körvonalazódik ismételten egy külföldi meghívás márciusban, ugyancsak megint a március 15-i ünneppel kapcsolatban kint élő magyarok számára egy előadássorozat. Ennek még a pontos időpontját, illetve a pontos körülményeit nem tudom megmondani, de a tárgyalások most már elég komoly irányt vettek, és hát Torma Tamás az mindenképpen marad a tapolcai városi rendezvényen, ünnepélyen, előadáson, a többi taggal viszont ennek a meghívássorozatnak teszünk majd eleget. Jövőre premier, mire készülhetünk mi tapolcaiak? Hát vannak tervek, ez attól függ, hogy a Tapolca városának műsortervébe hogyan illeszkedik be. Úgyhogy erről majd inkább később szeretnék, amikor a tárgyalások befejeződtek, beszélni. Még annyit szeretnék mondani, hogy egy kis strukturális változás is lesz nagy örömömre a színpad életében. Úgy gondoltam és úgy döntöttem, hogy továbbra is rendezőként, énektanárként maradok a Tapolcai Musical Színpadnál, viszont a stafétabotot januártól Halápi Katinkának művészeti vezetőként szeretném átadni, és ő ezt nagy örömmel és nagyon nagy aktivitással fogadta el, úgyhogy tulajdonképpen ezen túl a művészeti vezető 2016. január 1-től ő lesz, én pedig továbbra is mindenképpen segítem a munkájukat. 23. aerobik és egészségnap a Csermák József rendezvénycsarnokban november 21-én szombaton 9 órától 17 óráig. Sportos programokkal, érdekes előadásokkal, bemutatókkal és ételkóstolókkal várják az egészséges életmódot követő, mozogni vágyó látogatókat. Az előtérben és a kisteremben 9 órától kiállítók és vásár, bioételek és italok, méz, lekvárok, aszalványok, reformételek, gyógynövényszirupok, kenőcsök, tinktúrák, krémek, gyógynövényteák, sportitalok, valamint sok más hasznos dolognak a bemutatására kerül sor. Készülődés karácsonyra, adventi koszorúk, karácsonyi gyertyadíszek, textil kézműves termékek és textil játékok vására.
Véradás 11 és 15 óra között, ingyenes szauna használat 13 és 17 óra között. Az ingyenes programok a kisteremben 9 órától 10 óra 30 percig, jóga 10 óra 30 perctől 11:30-ig kismama jóga, 15:30-tól 17 óráig spinning edzés. A küzdőtéren változatos programokkal várják az érdeklődőket, a részletes program megtalálható a www.tapolcacsarnok.hu oldalon, illetve a Facebook Tapolca Csarnok oldalán. Szervező a Tapolca Kft. Csermák József rendezvénycsarnoka, a szervezők a változtatás jogát fenntartják. 20. baba és gyermekholmi bőrze a 23. egészség és aerobik nappal együtt, november 21-én szombaton 9 és 12 óra között, kipakolás 8 órától, a Csermák József rendezvénycsarnokban helypénz 800 forint. Árusítani csak előzetes jelentkezéssel lehet, asztalfoglalás érkezési sorrendben. A kísérő programok 9 órától ingyenes ugrálóvárak, hancúrka, és délig egészen lufibohóc és arcfestés szórakoztatja a gyerekeket. Jelentkezni lehet a bőrze@tapolcakft.hu e-mail címen, illetve a 87 510 980-as telefonszámon. 20. Magyar Mihály emléktorna a Csermák József rendezvénycsarnokban november 22-én vasárnap. Meghívásos női és öreg fiúterem labdarúgó torna a részletes programból. 11 órától megnyitó résztvevő csapatok köszöntése beszédet mond Paré József, az emléktorna elindítója. 11 óra 10 perctől női labdarúgó mérkőzések a résztvevő csapatok, a TVS-e Honvéd, a Devecserese, a Kinizsi SK Gyenesdiás és a Zalaapátiese csapatai. 13 óra 40 perckor eredményhirdetés, majd 15 órától az öreg fiú labdarúgó mérkőzésekre kerül sor. A résztvevő csapatok a Tapolca Honvédese, a Tapolcai Öreg Fiúk FC, a Stari Beer Boys és a Tapolcai Old Boys. 17:30-kor eredményhirdetés, az emléktorna zárása. Az emlékezés jegyében megrendezésre kerülő tornára szeretettel várják a Honvédese egykori női és öreg fiú csapatainak tagjait, a régi sportásokat, ismerősöket és minden kedves érdeklődőt. További információ kapható a 30-as 929-35-40-es telefonszámon, illetve a www.tapolcacsarnok.hu oldalon olvasható. A Tejút Szentjei című előadásra a Városi Moziban november 24-én kedden 17 órai kezdettel kerül sor. Előadó a Magyar Örökség díjas Molnár V. József néplélekkutató. Könyvek és CD-k a helyszínen vásárolhatók. Az előadás ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Információ a 0630-824-83-90-es telefonszámon kapható. Az első nemzetközi Strongman Cup és Sportnap főszervezői Schmidt Jánost kértük arra, hogy ismertesse a rendezvény részletes programjait. Sikerült polgármester úr közösen egy nemzetközi Strongman Cup leszervezését, lebonyolítását, megrendezését összehoznunk. Nagyon örülök neki, nívós tud lenni a verseny. Szerbiából, Horvátországból, Szlovákiából és Magyarországból jönnek jelenleg is aktív versenyzők. Igyekszünk védeni a sportcsarnokot, mivel későn lesz már a verseny időben. Úgy voltunk vele, hogy semmiképpen ne kül színen legyen a történet, hanem zárt fedett legyen. Mert hát ha hideg lesz, vagy rossz idő lesz, akkor nem csak a versenyzőket kell védeni, hanem a nézőket is, a látogatókat. Több versenyszámban fognak a versenyzők megmérettetni, lesz autóhúzás, autóemelés, rönkemelés, lesz súlytartás, úgyhogy mindenképpen várunk mindenkit szeretettel egy ingyenes rendezvényre, ahol szeretnénk a várossal megismertetni ezt a sportágat, és egy jó délutánt együtt eltölteni. Úgy hallottam, hogy nem csak Magyarországról, hanem külföldi országokból is érkeznek ide versenyzők. Honnan érkeznek, és kik teszik nemzetközivé ezt a versenyt? Horvátország, Szerbia, Szlovákia. Valahogy a nyugati régió ebben nem annyira erős. Az északiak inkább, de ők még gyakorlatilag akkor kezdik el a téli versenyeket, úgyhogy ők nem tudnak részt venni. Neveket egyelőre azért nem mondanék, mert Szlovákiában például jövő héten lesz még egy válogató, hogy a két legjobb versenyző jöjjön, meg például sajnos Horvátországból az egyik versenyző pont múlt héten sérült meg, úgyhogy hát nem meglepetés, de mégis úgy vagyok vele, hogy
majd itt a helyszínen mindenki megtudja és meg fogja ismerni a versenyzőket. Nem egy szokványos sportról van szó, honnan jött az ötlete ennek, hogy itt Tapolcán rendezésre kerüljön ez a rendezvény? Hát Adorján Balázs barátom, ő vasvári, ő Skander Európa bajnok harmadik helyezett, amatőr erősember versenyző. Vele tavaly már közösen Vasváron rendeztünk egy versenyt, hát is konkrétan nem fértünk be az általános iskola aulájában, annyian eljöttek, és úgy voltam vele, hogy hát ha ő minden évben nem szerette volna, hogy Vasváron legyen, hogy egy kis nívót kapjon a verseny, akkor mondom, csináljunk egyet Tapolcán, és ebben Tapolca városa maximálisan támogatott. Akkor még egyszer az időpontot és a helyszínt. 2015. november 28. rendezvénycsarnok, 13 óra. És ingyenes. Így. Biblia és irodalom. Dr. Reisinger János irodalomtörténész előadás sorozatának következő előadására december 1-én kedden 18 órai kezdettel kerül sor a Tamási Áron Művelődési Központban. Az előadás címe a Biblia és Petőfi Sándor. Mézes-mázos, mézes-kalács sütő verseny és kiállítás december 10-én 18 órakor a Hungesz Hotel Pellionban. A zsűri tagjai Boronyákné Pap Margit, az Ambrózia Mézlovagrend lovagja, Bioméhész, Gyevnár Kálmán, fazekas keramikus és Töreki Pálné, a Borosnyán cukrászda vezetője. A kategóriák, amelyben lehet nevezni, óvodai, iskolai csoportok, háziasszonyok vagy a közösség örömére alkotók. December 3-áig várják a mézes tésztából készült figurális és díszítés sütiket a Tamási Áron Művelődési Központba. Mesevilág. A Veszprém megyei évfolyész fiataljainak és tapolcai musical színpad integrált színházi előadása a legszebb mesemüzikelek részleteivel Tapolcán is bemutatásra kerül a Tamási Áron Művelődési Központban december 4-én 18 órai kezdettel. Jegyek elővételben kaphatók az előadás helyszínén 1500 forintos áron. Támogatói jegy 2000 forint. A jótékony célű gálaműsor bevétele a Veszprém megyei évfolyész közhasznú egyesület Tapolca tagjait támogatja. Rendezte Halápiné Kálmán Katalin, az évfolyész fiataljait betanította Havasi Gábor. Az est fővédnöke Polgárdi Imre, Veszprém megyei közgyűlés elnöke, Dobó Zoltán, Tapolca város polgármestere és Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. Második tapolcai jótékonysági futás és pontbegyűjtő tájékozódási futás a tapolcai trappolók szervezésében. December 5-én 10 órától a tapolcai Malomtónál. Fuss velünk a tó körül, és hozz magaddal tartós élelmiszert, ruhát, játékot. Gyere akkor is, ha csak adni szeretnél, mi futunk helyetted is. Ne feledd, ami neked csak egy apróság, másnak egy boldog karácsony. Részletes kiírás, információ a Facebookon található a második tapolcai jótékonysági futás és pontbegyűjtő tájékozódási futás eseményen. A népszerű Hazajáró című sorozat alkotóit látja vendégül a Városi Mozi december 7-én, melyre sok szeretettel várnak mindenkit, az előadás 18 órakor kezdődik. Ajándékgyűjtés Tapolcán az adventi időszakban. A hátrányos helyzetű gyermekek részére a Tapolca Kft. És a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével. Hozza el gyermeken megunt játékait, kisautók, labdák, babák, plüssállatok, mesés vagy képes könyveit. Várunk hasznos iskolai eszközöket, édességeket. Az ajándékokat a kijelölt helyeken az alábbi időpontban gyűjtjük. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában november 30-ától december 18-áig a nyitvatartási időben folyamatosan. Városi Mikulás ünnepségen december 5-én szombaton 15 és 18 óra 30 perc között a Csermák József rendezvénycsarnokban a játékokat leadók között új játékokat sorsolnak ki. Tapolcai forralborfőző versenyen december 13-án vasárnap 14 és 18 óra között. Szerezzünk együtt meglepetést a szeretet ünnepén a tapolcai családoknak. Információ a 0630 929 35 40-es telefonszámon kapható. Várunk mindenkit szeretettel decemberben induló színjátszó klubunkba minden korosztályt. Havasi Gábor vezetésével december 8-án 18 órai kezdettel indul útjára a színjátszó klub. Ha szeretnél egy jó közösséghez tartozni és kipróbálnád magad a színpadon, akkor hívunk első ismerkedő találkozónkra a Tamási Áron Művelődési Központba. Tapolca ünnepi díszbe öltözik. A Tapolca Kft. És a Tapolcai Városszépítő Egyesület, a Városért Egyesület és a Vállalkozók Területi Ipartestülete Tapolca Város Önkormányzatának támogatásával meghirdeti
Az ünnepi díszbe öltözött Tapolca mozgalmat családi házak, kertek, erkélyek, ablakok kreatív karácsonyi dekorálására. A jelöléseket vagy jelentkezéseket névvel, címmel, telefonszámmal és e-mail címmel ellátva december 7-éig a Városi Moziban található gyűjtő urnába lehet elhelyezni, vagy e-mailben a tapolcacsarnok@tapolcakft.hu címre küldeni. A mozgalomra magánotthonok jelentkezését várják. A kidíszített felületeknek utcafrontra nézőnek az útról láthatónak kell lennie, ezzel hozzájárulva a városkép javításához. Az értékelésnél előnyt jelent az egyediség, az egyéni elkészítés és kreativitás. Minden résztvevő oklevelet, a díjazottak ajándékot kapnak. Az elbírálás helyszíni szemle alapján történik, az eredményhirdetésre december 20-án a Mindenki Karácsonya városi ünnepen kerül sor. A díjazott résztvevők értesítést kapnak, szépítsük együtt városunkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss programajánlóval legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, addig is viszontlátásra!